Sziasztok, Tomi vagyok, és Máté megkérte arra, hogy csináljak egy ilyen kis bemutatkozó videót. Akkor külön megkérte arra is, hogy egy pár szóval hát említsem meg őt is a videóban, így pozitív értelemben. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy Máté a legjobb, a legnagyobb ember, akivel valaha találkoztam, egy igazi Adonis, egy hihetetlen ember, aki mindenhol volt, mindent látott, és ahol még nem volt, de épp most készül, és ja igen, hogy nagyon tisztelem őt, mert nagyon tisztelem a Mátét, és ő egy igazán nagy ember, és nagyon örülök, hogy találkozhattam vele, ez most így viccet félretéve, tényleg nagyon örülök, hogy találkozhattam vele, és hát a utóbbi időben elég sok időt eltöltünk együtt, aminek szintén nagyon örülök. Tehát Máté nagyon nagy ember, Máté egy óriási ember, egy szavakkal definiálhatatlan, szavakba önthetetlen, leírhatatlan, egy hihetetlen tehetségekkel megáldott, igazi talpig gyári úriember, minden nő szívét megdobogtató, nagyon kedves, aranyos, jóképű, jóállású, persze semmi buzulás, buzulás az nuku, tehát ezt most tegyük is itt félre. Szóval, hát igen, Máté egy nagyon jó és egy nagyon nagy ember. Igen, azt hiszem ezzel most ki is pipáltam az ő kérését, tehát most akkor igazából csak ennyi, szóval rólam annyit, mint megmondtam, Tominak hívnak, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy Máté egy óriási ember. Sziasztok! Sziasztok! Újra üdvözlök mindenkit! Megint eltelt egy hét, és én megint itt vagyok. Nagyon-nagyon durva volt ez a hét is, mivel nagyon-nagyon jó kis programokon voltam, és rengeteg tapasztalat ért, és ezt mind el fogom most nektek mondani, de szokás szerint mielőtt elkezdeném, mondok egy pár szót az időjárásról. Átlagosan olyan 24-30 fok között alakult a hőmérséklet, tudtunk aratni, vetni, és leszettük a paradicsomot. Na, hú, hadd mondjam. Lehet, hogy egy kicsit csapongani fogok, de nagyon jó történetek érintettek engemet. Engem. Először is Tomival elmentünk... De nem úgy. Szerdán. Elmentünk szerdán, de nem fogjátok elni, hogy hova. Két 18-19 éves csávó. Hova megy? Nem ám a moziba. Hova megyünk? A múzeumba. Úgyhogy szerdán elmentünk a Tomival a múzeumba, de hát valami kabaré volt. Annyit kell tudni a múzeumról, hogy ingyenes. Ingyen van, akkor az csak jó lehet. Először is úgy volt, hogy kezdődött, hogy egy ilyen alagútba mentünk be, de nem tudtuk, hogy ez létezik. Tomi se tudta, pedig már régebb óta van itt, de nem tudtuk, és ilyen aboriginálos motívumok voltak a falra festve. Seréngen! És megmondta. Na, ide érkeztünk a múzeumhoz. Meg Rembrandt, meg minden van itt. Rembrandt? Rembrandt. Eddig se voltunk hülyék, de most már aztán... Gyönyörű. Belülről pedig bejártunk, le kellett adni a táskánkat, nehogy valami véletlenül leverjünk, ahogy amiközben a hátunkon van. Na de ezt úgy kell képzelni, hogy nem voltak itt korlátok, semmi. Itt a festmények itt rögtön az embereknél volt, olyan furcsa is volt, úgyhogy Tomi meg is nézte, hogy ez tényleg igazi. És egy kis vízfesték rajta is maradt a kis kezén. Külön kis termekből álltak ezek a kiállítások. Különböző témakörben. Tájkép. Egy halott papagájról csinálnak festményt. Tominak leakadt a tekintet ezen, no meg ezen egy gyönyörű, szépséges nő személyen. Ez óriási, ez akkora, mint igazi volt. Aztán itt volt a Fehérvárról, a Kató néni, a főutcáról. Nyilván megsimogattam az órát, hát ha szerencsém lesz. Aztán nagyon komoly témákba mélyültek itt a kiállításnak a darabjai. Bizony. Ugye mivel angol száz az Ausztrália, ezért olyan festményeket is találtunk, ami ezt ábrázolja, ezt illusztrálja. De mit mutatott a Pizsi? A fegyvér!
Aztán megtaláltuk a mamának a köcsögeit, amik a falon lógtak még annó 76-ba. Aztán a legkomolyabb, ami hát sírtunk a rögést, a gyerekek egy szex jelenetnél leálltak az öregek, és nézték, és mutogattak. Mi hátulról a tanyival sírtunk a röhögéstől. Aztán jött egy csapat is, egy család is. A kisgyerek szerintem nem tudta hova rakni ezt a szitut. De ide jött az anyuka, elmagyarázta az apukának, hogy mi hogyan van. Hát rendes ilyen felvilágosító órába torkolott ez a múzeumi kiállítás. Hát kész vége. Aztán volt egy terem, ami interaktív volt, mivel ilyen videókat vetítettek le különböző témában, de mondom őszintén, nem értettem az egészet, hogy ez most ez hogy vagy mint van, de ha valamelyest megértettük, mert ez a manifesztó kiállítás volt, ez a Julian valaki által, és ez a csaj, vagy ez a nő, ez játszotta az összes videóban a szerepet, még azt a csövest is a sarokba, és ő pedig a két Blanche lett. Az aboriginálos kiállításra is tévedtünk. Gyönyörű szép, hát az aboriginálok nagyon szépen festenek, meg kell, hogy mondjam. De nevéreket, hát itt is van, a perverzitásnak határai nincsenek. Ezek is csak azt ábrázolták. Na jó, itt most mondnám, mert 3PO van, de itt is Tominak ezt tetszett a legjobb, hogy adjam a szívét. Á, Tomikám. Rendes csöcsöt is csináltak neki, ennek meg kukit. Ők egy pár ezek. Aztán betévettünk még az Anzak emlékműbe, ami az első világháború... Na, Tomi, hagyd abba. Az első világháborúban elhunyt ausztrál katonák emlékére állított emlék, milyen szép mondat volt. És ott a tetején pedig azok ott csillagok, amiket láttok, és a 120 ezer csillag az elhunytakra emlékezik. Itt a Gallipoli és a Németország bővetés áldozatira emlékező feliratokat látunk. Aztán, hogy kinézve ez gyönyörű szép látvány tárul elénk. Összességében ez egy gyönyörű szép nap volt, még ilyeneket. Egyébként nem tudom, hogy észrevettétek-e, de BMW. BMW. Erről csak annyit jut eszembe, hogy rengeteg BMW található itt az utakon. Meg kell, hogy mondjam azt, hogy ezek nem csak a normális BMW-k, hanem mindegyikből az MS, azaz a sportmód van. A testvérem mesélte, hogy az itteni BMW központ most egy akciót csinál, hogy minden BMW, aki vásárolják a gyárból kijövő modelleket, azokból mindegyikből MS felszerelést adnak. És mondta, hogy ezt nem tudja elképzelni, hogy Magyarországon ezt meg tudnák csinálni, nyilván, mert annyira nincs zsé. Itt meg ugye azzal próbálják a vevőket ugye vonzani, hogy hú, MS pak, úristen sport. Gyönyörű kocsik, és meg kell mondanom, hogy veszik, folyamatosan veszik, úgyhogy ez is egy tapasztalat a hétről. Ma volt egy olyan sztorink, hogy ugye a Tomi ugye Szlovákiából származik, és én, vagy hát Szlovákiából származik, de magyarnak, nyilván magyarnak tartja magát, és volt az osztályban egy, van, volt, már nem tudjuk még, az osztályban egy szlovák csaj, olyan 27 éves, csak egy csoportba kerültünk, és akkor Tomi elkezdett beszélni vele szlovákon, én meg hú, mondom, ez szlovák ez a csaj, és akkor ment a sztori, hogy ki honnan származik minden, rám került a sorom, kérdezte a csajszi, hogy hát honnan jött, hát mondom, Magyarországról. Vörösödött, annyira mérges volt, hogy úristen. Mindegy, jól esett. Jól esett. Tomi ez meg szakadt a rögést. Áh, csáho, nem bírta. Na de komolyra fordítva a szót, képzelhetitek, mi lett volna, ha románokkal találkozunk. Nem. Megmondom őszintén, hogy itt, nem is tudom, én nem voltam otthon se olyan nagy magyar, de itt még nagyobb vagy, mint otthon. Tehát nem tudom, így büszke vagy, hogy honnan jössz, és ez így tök jól lejön. Úgyhogy ez az, ami így átjön így egy-két hónap után.
ez ami így megváltozott szerintem bennem, meg lehet, hogy rasszista lettem családdal együtt, mert utáljuk a kínaiakat. Hát most ki kell mondani, nagyon sokan vannak és bolondok, bolondok. Na de mindegy, lépjünk is tovább a következő programra. A kövi program pedig nem volt más, mint a Sydney Fesztivál, mégpedig január 7-től január 29-ig tart, és ezen az időszak alatt mind este fél öttől, azt hiszem valami hajnal 2-3-ig programok vannak benne a városban, a Hyde Parkba és a Domain Parkba. Hatalmas nagy sátort állítottak fel, koncertek és egyéb programok várják a kedves nézőket és hallgatókat, és mi anyával pedig oda édes, kedves édesanyámmal elmentem kettesbe a Sydney Fesztiválra. A Sydney válogatott szimfonikusok, vagy filharmonikusok, bocsánat, filharmonikusok játszottak, és azt néztük meg. Ahogy megérkeztünk a Sydney Fesztiválra, egy hatalmas nagy tömeg várt. Na persze a rockisok egyből VIP helyet kaptak. Rengeteg ember volt, rengeteg, és úristen, le az előző videóban is mondtam, hogy ez a Hyde Parkba volt, és ez teljesen itt van a felhőkarcolókat, és olyan szép, gyönyörű szép látvány volt. Nem is tudom hány ember volt itt, de szerintem nagyon sokan. Nagyon sokan, nem mondok számokat. Aztán a pápa is kapott egy 5 percet. Édesanyám. És lassan kezdődik az előadás. Imádkoztunk azért, hogy ne házunk el, mert nagyon arra állt az eső lába, és elkezdődött a szimfonik. És kérem szépen, Fekete Krisztián hón alatt egy péklapáttal is megjelent ezen az alkalmon. Remélem felismeritek. Csajkovszki. Pedig szimfonia. Egy közeli felvétel. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon fogta meg a fantáziámat. Csávó! 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 Csávó, 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 dingsú! Kisgyerek! Kisgyerek! Aztán megmondom őszintén, hogy nem volt valami eszméletlen jó, mert ezek az emberek, akik itt látjátok, ezek mind ettek, nem figyeltek oda, ittak, söröztek, de nem is itt lennének. Úgyhogy megszoktuk anyával, és arra mentünk, hogy nagyon nem tetszett, és akkor egy kis színpadra követtünk, itt is egy előadás volt, épp egy bácsika jazz adott elő, nagyon kis hangulatos hely, emberek a fűbe, nyilván kevesebb, mint az előző helyen, és akkor érted, odaállunk a színre, jön a Beastie Boy, hogy halló, álljatok már arrébb, mert nem férnek el az emberek az útjában. Aztán mondjuk, hát az ember ott áll benne a másik, úgy az út közepén, hát az nem zavarja, és akkor mondta, hát mindjárt végszólom, mondom, végezd a munkát. Na jó, azt nem mondtam neki, úgyhogy mondtuk, hogy jó, köszönjük, ennyi elég volt, megyünk is, úgyhogy mi elmentünk. Igen, meg meséltem ugye az előző hétről, hogy nagyon-nagyon veszélyes a leégés, és tényleg iszonyatosan kenni kell magunkat. Erre élő példa édesapám esete, mivel voltak a Menlin, az a strandnak a neve, strandolni, elfelejtette magát bekenni lent, de csak hátul. Tehát itt a lábszárát, a sípcsontját, elfelejtette meg a lábfejét is, és nagyon csúnyán leégett, meg is mutatom, de figyelmeztetem a nézőket, hogy ez nagyon durván 18 pluszos, tehát aki nem bírja a vért, a friss húst, azt ne nézze. Lássuk. Ja, apropó, pókok. Tegnap megyek fel zuhanyozni, anya, hallom, hogy anya sikít. Hú, mondom, mi van itt, haló, haló. Rohanok le, apa is jön, mondja anya, nézzétek fiúk, mi volt a falon. Egy hatalmas nagy pók, egy 12 lábú pók. Én ilyet még nem láttam. Tehát ilyenek vannak benne a házba. És nem tudjuk, hogy mi van, amikor alszunk. Neti, ha valami baj van... Netike. Meg vagy? Csapd el. Mi van, Greenpeace?
Tovább lépve, pedig a kérdésre válaszolok a rovadba. Dökarsai 11 kérdezte azt, hogy... Tisztelt Tóth Máté, az lenne a kérdésem, vesző, hogy ön szerint mi az ok annak, hogy vesző Ausztrália megelőzte Dániát az emberek boldogságát értékelő rangsorba kérdője. A zárójel Ausztrália első pont, Dánia második pont, csillagsúrolás, csillagzárója bezárt, tiszteltek kettős pont, Dökarsai 11. Kedves Dökarsai 11-nek pedig azt válaszolom, hogy fizetés és a megélhetésnek a balanszán keresném a megoldást. Kicsiny életem során azt tapasztaltam, személy szerint én is voltam már Dániában, ahogy szerintem ön is. Ugye Dánia először is Európában van. Nyilván ott sok a bevándorló, és mármint úgy, hogy akik tényleg nem dolgozzam, ugye nyilván keletről jönnek, át hegyen völgyön keresztül. Hogyha hegyen völgyön átszökkelve jő, szerintem ez lehet a csökkenésnek a módja, hogy Ausztrália előrébb van, mint Dánia. Csúrolás. És itt Ausztráliában pedig az egész nemzet egy multikulturális egyveleg. Tehát nem is tudom, végülis akik ide jönnek, azok mind azért jönnek ide, hogy dolgozzanak, hogy egy jobb életet élhessenek, mint máshol, ahol előzőleg éltek. Megmondom őszintén, hogy mi is ezért jöttünk ide ki Ausztráliába, mert otthon nem volt ez a lehetőség, amiket itt kapunk. Továbbá pedig azt akarom ezzel kifejezni, hogy ez az ország, ez egy mix. Hát nem tudom máshogyan, de az arabok. Ugye az arabok nem szeretnek dolgozni, de itt dolgozni. Nem mondhatnám azt, hogy nem szeretnek dolgozni, de mondom, basszus. Mondom. Nem nagyon szeretnek dolgozni. Itt dolgoznak. Tehát, mi is tudom, itt a kebabos nyilván arab, de a vuliba beáll az arabos a pénztárba. A vuli, vagy a... Úgy némelyike akar asszimilálódni, de valamelyik meg rajta van a rendes fehér köpeny. De azok is dolgoznak. Lehet az pénzesebb, de dolgozik. És szerintem azért van... Lehet Dániában, meg Ausztráliában is ugyanez a mérv, hogy szerintem ott is jól keresnek, ahogy az ön tapasztalataiból tudom, és itt is, és talán ez az, ami kicsit lejjebb viszi a Dániának az értékeit, mint Ausztráliáját. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdését, várom a további kérdéseket, a következő videóban is meg fogom válaszolni a kérdést, ezen az e-mail címen. Írjátok meg a kérdéseteket. Köszi szépen, hogy megnézted a videómat. Egy hét múlva találkozunk. Vigyázzatok magatokra, és legyen szép hetetek. Sziasztok! No. No. No, Mr. No.